Következő néhány percben bemutatunk önöknek egy olyan fiatal alkotópárost, akik egyedi tervezésű világító testeket készítenek kristályból. És méltán lehetünk rájuk büszkék, hiszen ebben az évben önálló kiállítóként szerepelnek egy nagymúltú olaszországi világkiállításon, amelyre eddig még magyarok nem tudtak kijutni. Ilyen nagy térben azt is el tudnám képzelni, hogy gyönyörű kristály lámpákat helyezzenek el, például ilyen színű kristályokból, vagy ilyenből a méltán mögöttem, és ez lehetséges. Sziasztok! Szia! Judit és János. Már ismeretnek az ötletház nézők, hiszen nem először találkozunk. Mikor volt az, amikor azt a nagy hajó alakú kristálycsillárt terveztétek be és kiviteleztétek? 2 éve volt, amikor ti eljöttetek az ötletházzal és felvettétek. Maga a kivitelezés az olyan 3,5 évvel ezelőtt volt. Az ólomkristálynak van olyan tulajdonsága, hogyha nem tudom, föl lehet ezt venni kamerával, ami visszaadja, hogy mondjuk ennek a kis kristálynak, vagy hogyha itt megnézed, mind a szivárványnak tehát 1000 színében, vagy nem tudom hány színében, főleg ahogy a szemed mozog, tehát látszik, ahogy a rózsaszín, a lila, a kék, tehát mind benne van. De ez miért van, hogy a kristály azt tudja, hogy ezt a fehér színt bontja a színspektrumokra, vagy igen, úgy tudom, hogy jól fejezem ki magam, igen, és hogy az üveg az miért nem tudja ezt? Most azért, mert ez egy pusztán technológia az, hogy ez, amit mi használunk alapanyag, ez ólomtartalmú, mégpedig 36%-os ólomtartalmú, és ennek sokkal nagyobb a fénytörése, tehát mint egy prizma, sokkal jobban bontja magát ezt a fehér fényt. Ezért is nem lehet akármilyen fényforrással használni ezt a lámpát, tehát ennek olyan kell, aminek megfelelő színtartalmát. Én azt gondolom, hogy ez is inkább egy műalkotás, bár ennek van mindennapi funkciója is, főleg, hogyha mondjuk kihasználod azt, hogyha fényerő szabályozóval a fényt is tudod szabályozni, akkor nem csak világítasz vele, hanem ami szerintem nagyon fontos mondjuk egy beszélgetésnél, vacsoránál, tévénézésnél, hogy egy hangulatot is ad, hangulatvilágítást. A meghittséget is. Abszolút, igen. Akinek mondjuk egy pici lakása van, egy átlagos méretű másfél szoba, mondjuk 40-50 négyzetméter, oda is lehet gondolkodni kristály világító testekben? Most azt gondolom, a mi erősségünk ebben a szituációban az, hogy mi egyedileg az adott szituációba tervezzük bele. Ugye mi, ahogy említettem, belső építész háttérrel kezdtük ezt az egészet kivitelezni, és itt lehet látni például ezeket a falikarok, amik igazán nem nagy terjedelmi dolgok, de ugyanazt tudják, amit a nagy... Nézem el közelebbről. Kristály és kristály között is van különbség? Honnan hozza az ember az alapanyagot? Nagyon sok, a színesnél is van. Általában festett kristállyal dolgoznak, meg a nagyobb cégek is. Ez már az festett kristály? Ez nem, tehát mi nem. Nagyon kevesen dolgoznak, úgyhogy anyagában színezett kristály. Én azt gondolom, hogy ez az alap. Tehát, hogyha mondjuk ez megkoccan, hogy ne kopjon le. Igen. Körülbelül most 200 lámpa tervünk van raktáron. Ami, hogyha véletlenül olyan a szituáció, akkor mindig tudom mutatni olyasmit, amit azt gondolom, hogy a megrendelő. És egy igazi büszkeség, ami tovább öregbíti a magyarok jó hírnevét. Milánóban minden évben megrendezik, ám most már mondhatni, hogy a világ leghíresebb bútorkiállítását, és eddig magyarok még önálló standdal nem tudtak bejutni, most megtört a jég, vagy a kristály, és igen, ott lesztek. Hát igen, nem volt egyszerű, és most is azt mondom, hogy egy folyamatnak nem a végén, hanem igen, csak az elején vagyunk, ami nagyon nehéz volt, hogy egyáltalán megengedték, hogy oda kimehessünk, mert vannak világcégek is, akik éveket várnak, nekünk csak hónapokat kellett várni, amíg az anyagunk alapján eldöntötték, hogy tényleg oda kimehetünk. Hogy tehát jelentkeztetek erre a kiállításra, hogy szeretnétek részt venni? Jelentkeztünk erre a kiállításra, és elég hosszú idő volt, amíg eldöntötték tényleg a fényképek alapján, meg a különböző kimutatások alapján, hogy mondjuk kimehetünk. És hát most jön a nagy munka, hogy minden összeálljon, standtól kezdve minden. Mekkora lesz a stand? 90 négyzetméter. Never before I met your kind. És azért Milánóban, ha már az ember kijut, ugye jó vagy illik vinni valami újdonságot. Lesz-e nektek idén valami szenzáció? Természetesen lesz, igen. Mi úgy gondoljuk, hogy szenzációt viszünk, tehát a kristálycsillának egy teljesen új felfogását próbáljuk kivinni, és ez igazából arról szól, hogy egy fényes, fekete műanyag
alaphordozóra hordjuk fel a kristályokat. Ezek belülről világítanak, tehát a fényforrás nem látszik, és ennek lesz egy egész családja, ezek állatocskák és nagy búrák. Azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan dolog lesz, ami... Ez lesz a fekete kristály. Örülök nagyon, hogy találkoztunk, és sok sikert kívánok Milánóhoz. Köszönjük szépen!